Folytatjuk sorozatunkat, amiben a közös terünkért Ferencvárosért dolgozó önkormányzati képviselők beszélnek eddigi munkájukról. A mai adásban a 10., 11. és 12. egyéni választókerület képviselői kapták meg az összefoglaló lehetőségét, ezzel a 10. választókerület képviselője nem kívánt élni. Jövő heti adásunkban a listás képviselők beszélnek munkájukról. Az én körzetem a József Attila lakótelepnek a közepe tulajdonképpen, ahol tartózkodunk itt a nagy játszótér, ez is hozzátartozik. Amit kiemelnék itt az elmúlt 3 év történéseiből, az elsősorban a szűkebb lakókörnyezethez kapcsolódó fejlesztések, amik lezajlottak. Ebből én nagyon fontosnak tartom azokat a fejlesztéseket, amit a társasházaknak tudtunk juttatni az elmúlt 3 évben. Hiszen 2011-ben dolgoztuk át azt a társasházi pályázati rendszert, amelynek értelmében a lakótelepre jóval több finanszírozás juthat, mint a korábbi években. Ez 50 millió forint, tehát az összkeretnek az egyharmada. És ennek a körzetnek is nagyon szépen jutott ebben a 3 évben. Tehát a 3 év során több mint 45 millió forint került ide a társasházakba. Ezzel tulajdonképpen 33 társaság tudott megújulni. Másik, ami kiemelendő terület, az úgy gondolom, hogy valószínűleg a lakók is észrevették, hogy a környezetük tisztább lett, ápoltabb lesz, hiszen a parkoknak a gondozását korábbi széttagoltság helyett ugyancsak az elmúlt évek döntése alapján egy kézbe összpontosulnak, ez a FESZOFE végzi, ennek látható nyomai vannak, hiszen én úgy érzem, hogy sokkal tisztábbak a közterületeink, mint voltak. Amit még kiemelnék, az a határút. Tehát a nagy probléma ennek a környéknek, a József Attila lakótelepnek, a határútnak az állapota. Sikerült hosszú tárgyalások után a fővárossal megegyezni, és örömmel mondom az itt élőknek, hogy rövidesen elkezdődik a határútnak a felújítása. Megszűnnek az ottani áldatlan állapotok, azok a pavilonok, amik ott voltak, azok felszámolásra kerülnek, de maga a közterület is meg fog újulni, egy élhetőbb várostér fog kialakulni a határúton. Hallgatva a szakértőkre, a rendőrség véleményére, akik azt mondták, hogy ebben a nagyon szép zöld fás környezetben a térfigyelőkamerák nem nyújthatnak olyan eredményt, mint mondjuk egy városiasabb épülettel dúsabb környezetben, ezért elsősorban nem térfigyelőkamerákkal, hanem a rendőrség intenzívebb jelenlétével kell ezt megoldani, ezért is öröm számunkra, hogy a Börzsöny utcai rendőrös felújításra került, és most már ott egyrészt az ítélők panaszait fogadják, másrészt pedig valószínűsítetően a járőrözés és a rendőri jelenlét is intenzívebbé válhat a lakótelepen. Aztán megújult az ügyfélszolgálatunk, bizonyára aki arra tévedt, az láthatja, hogy még egy internetes számítógépet is beállítottunk, amelyen hotspot szolgáltatást nyújtunk az itt élők számára. Kicsit a környezete is, az előtte levő tér is megújult. Megújultak az itteni útfelületek, járdák, Ifjú Munkás utca, Dési Huber utca, Toronyház utcában a járdaszakaszoknak a teljes burkolatcseréje történt meg. És hát nem szabad elfelejteni két nagyon fontos fejlesztést, ami a lakótelepen történt. Egyrészt az itteni egyik bölcsödének, a Dési Huber utcai bölcsödének a bővítése, másrészt pedig egy teljesen új idősklubnak a kialakítása, Toronyház 11 alatt. Igaz, hogy ez az idősúgy korábban pont ebben a bölcsödében volt, ezért átköltöztetésé óhatatlanul szükségessé vált, viszont egy teljesen új felújított épületben tudjuk az időseket elhelyezni. Vannak olyan programjaink, amik az időseknek, a fiataloknak szólnak, bizonyára észrevették az itt élő idősek, nyugdíjasok, hogy nagyon sok programunk van, amiben pont az időseknek szólunk meg, tehát nagyon sok program koncentrálódik a József Attila lakótelepre, a közösségi házba, a Dési Huber művelődési házba, vagy a köztereinkre. Például pont a mai nap, amikor az interjú készül, nem messze tőlem, egy családi sportrendezvény zajlik itt a Nyúldom sportpályán. Tehát igyekszünk olyan programokat idehozni a lakótelepre, amelyek hát az itt élőket egy kicsit megmozgatja, és az a közösségi élet, ami felelhető nagyon erősebben a
ebben a környezetben, a lakótelepi környezetben ez még erősebbé, még kötöttebbé, illetve kialakul egy szoros együttműködés az önkormányzattal. Röviden így tudnám az elmúlt 3 év eredményeit összefoglalni, hát természetesen azért órákig lehetne erről beszélni. Az eredmények kommunikációt segíti az a lakótelepi hírlevél is, amit 2 évvel ezelőtt elindítottunk, amely pontosan képet nyújt ezekről az itt történt programokról, itt történt eseményekről, és pont azok a lakossági fórumok, bejárások a közterületen, amelyek a saját kezdeményezésemre indultak, azok pont ezt szolgálják, hogy a lakókhoz közelebb hozzuk ezeket az eredményeket. Én az egyéni körzetemet mindig is nagyon fontosnak tartottam, viszont meg kell jegyezzem, hogy én, mint részönkormányzati elnök, sosem pusztán az egyéni körzetem érdekeit néztem és tartottam szem előtt legfőképp. Nyilvánvalóan kiemelten fontosnak tartom, viszont részönkormányzati elnökként a teljes lakótelep, József Attila lakótelep és Mávaszódi lakótelep érdekét igyekeztem képviselni. Jelenben is így igyekszem megtenni. Az egyéni körzetemet illetően útfelújításokról tudok beszámolni, melyek én azt gondolom, hogy régóta várattak magukra. Például a Friss utca teljes szakaszát, teljes felső útborkolatát ki tudtuk cserélni, fel tudtuk újítani. A lakótelep teljes területén, és hát ugye egész Ferencváros teljes területén a Feszofe Nonprofit Kft. Az ország legnagyobb közfoglalkoztatója látja el a parkfenntartási feladatokat, és azt gondolom, hogy azzal, hogy a korábbi ciklushoz képest nem több Kft. Oldja meg ezt a feladatot, így a Feszofe egy kézben összpontosítva ezeket a munkálatokat, én azt gondolom, hogy jelentős minőségi változást tudott elérni. Biztos vagyok benne, hogy van olyan terület, ahol még van további fejlődési lehetőség, és itt arra gondolok, hogy folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket a lakosságtól, hogy hol van az a része ennek a parkfenntartási feladatnak, melyben tudunk és lehet erősíteni, és lehet javulni, viszont rengeteg pozitív visszajelzést kapunk arról is, hogy a korábbi időszakhoz képest jelentősen megnövekedett a minősége ennek a parkfenntartási feladatellátásnak. Ez azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, főleg itt a lakótelepen, mert azt tudjuk, hogy Budapest legzöldebb lakótelepe címet több ízben elnyerte a József Attila lakótelep. Pontosan emiatt annyira élhető és barátságos és emberközeli ez a lakótelep, ami az én képviselői munkámnak egyik legfőbb alapköve, hogy ezt megőrizzem, erre vigyázzak és ezt a lehető legmagasabb szintre fejlesszem. További eredményként lehet felmutatni, ami megint csak a lakótelep teljes egészét, nem pusztán az én körzetemet, és ebben képviselőtársaim is oroszlán részt vállaltak, hogy ez megvalósulhasson, valamint a Feszofe Nonprofit Kft. Ez a Nyúldombi Salak futópálya felújítása. Tovább sorolhatnám egyébként, amiben a Feszoféval nagyon jól tudunk együttműködni, mint részönkormányzat és mint önkormányzat. A nagy játszótéren a mosdó felújítása, ahol egyébként pelenkázó is kialakításra került, és terveink szerint a játékeszközök is felújításra fognak kerülni. További nagyon fontos eredmény a Börzsöny utcai rendőrös. Ezzel egy olyan hiányt sikerült betöltenünk, mely a lakótelep életében a közbiztonság javulását nagy mértékben elősegítheti. És itt nem pusztán az, hogy a rendőrös ide kihelyezésre került, és itt kialakításra került, hanem az, hogy a látható rendőri jelenlét, mely a szubjektív biztonságérzetet nagy mértékben növeli, ez is abszolút mértékben megnövekedett. A múltban is megrendeztük, és a jövőben is, november első hetében terveink szerint megrendezzük azt a lakossági bejárást, mely kimondottan a közbiztonság javítását célzó bejárás lesz. A rendőrkapitány és a rendőrség szerves közreműködésével és a lakosok részvételével, hogy jobban megértsük és felmérjük azokat a pontokat a lakótelepen, melyeknél a közbiztonságot még tudjuk fokozni. Felújítottuk továbbá a részönkormányzat ügyfélszolgálatát, itt egy sokkal emberbarátibb ügyfélközpontú ügyfélfogadási munkarend tudott kialakulni.
létrehoztunk egy internetes állomást, amely minden itt élőnek szabad internet hozzáférést biztosít. Ugyanúgy, ahogy a park fenntartással kapcsolatban is már jó bevált szokás, hogy a lakosság jelzi felénk az igényeit és az ötleteit, hogy továbbra is maradjon meg az az aktivitás a lakosok részéről, és ugyanúgy, ahogy például mondjuk egy önkormányzati rendezvényen, mert azt gondolom, hogy például ebben is sikerült előrelépnünk és erősödnünk az elmúlt időszakhoz képest, hogy olyan rendezvényeket hoztunk ide a József Attila lakótelepre, melyek korábban nem voltak, mint például a Földnapja rendezvény, amikor is ugye lezárjuk a Napfény utcát, és az emberek átveszik az uralmat az autóút felett. Tehát, hogy az aktív részvétele a lakosságnak azokban a programokban, melyeket az önkormányzat szervez, és az aktív részvétele a lakosságnak azzal kapcsolatban, hogy a visszajelzéseket az önkormányzat felé, mint a terület képviselője felé jelezzék. Mert mi akkor tudunk tenni a lakosságért, hogyha az itt élők jelzik felénk az igényeiket, ötleteiket, kívánalmaikat.